Sziasztok, mi vagyunk a Nomád Zenekar. A Nomád 11 éves most, de egyébként 6 éves is. Ábellel kezdtük a zenekart, akkor 17 éves volt. Ez volt az első generációs Nomád. Utána az Ábelt kölcsön adtuk. A második generációs Nomád pedig 6 éves. Marci, Levi és én együtt dolgozunk, és az Ábel tavaly csatlakozott újra a zenekarhoz. Úgyhogy most a 6. születésnapunkat éljük, de igazából a 11-et. A név kötelez minket, szeretnénk mindig olyan új dolgokat csinálni, ami nem volt. Olyan dolgokat, ami a mai napunkat jellemzi. Ha hangomat hallod, ébredj fel, bármilyen messzire tévedsz el. Nagy hobbink a birkózás, úgyhogy az első stúdió sessionnél, amikor vettük fel az első lemezt, akkor volt egy nagy meccs. Úgyhogy most kíváncsi vagyok a folytatásra. Nem is tudod, nem is tudod, nem is tudod. Nekem az a fontos a zenész társaimban, hogy megbízzak bennük így az életben is, meg a színpadon is. Egymás érzéseit felfokozzuk. Soha ne vagy nekem semmi más, mutasd a remény oldalát. 21 éves koromban léptem be hozzájuk, szinte Cicó az apukám is lehetne. Ezt kivágjuk. Második, harmadik lemeznél egész nehéz volt így velem szerintem, mert elég önfejű voltam. És így a mostani, az Új Remény album az volt, amikor már egészen jó volt szerintem velem dolgozni. Ugye? Próbálok felnőni hozzájuk, mert azért nekik olyan szakmai tapasztalat és múlt van, amit ez fel kell nőnöm, és szerintem amíg élek, tanulni fogok tőlük. A legjobb az élő koncert. Ha a zenekar élőben olyan hatást tud gyakorolni az emberekre, akkor azok tudnak még rajongót beszervezni. Nagyon érdekes volt, hogy kezdetben, amikor elkezdtünk játszani, akkor szinte csak ismerősök voltak, és hogy ismertem szinte mindenkit. És most, amikor játszottunk Pesten a lemezőmutatón, konkrétan nem ismertem az embereket, és ilyen 12 éves től az egészen a 60-70 éves korig vannak. Az, hogy mindig más közönséget látunk, az egyébként szerintem egy zenekarnak a legnagyobb öröm, hogy nem mindig ugyanazok jönnek. A fejlődés az egy zenész életében nagyon fontos. Tehát ameddig zenél, addig fejlődni kell. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy én már tudok mindent, vagy nekem ez a szint a csúcs, azok már halottuk. Nekem a dalműsor az megtanított az alázatra. Arra, hogy nagyon-nagyon jó énekesek vannak Magyarországon, és hogy felszeretni hozzájuk nőni. Ez kell az, hogy nagyon-nagyon profi szintre emeljem az ének tudásomat. Engem is megtanított a lázatra egyébként, mert ennyi időt egy kis terembe bezárva még soha nem voltam. Mindenképp. Kérem, támogatják ezt a fiatal embert. Sajnálom. Ez egy nagyon durva érzés, hogy egy ilyen zenekar Petőfi Top 45 vezeti. Tehát ez egy óriási érzés volt. Ez egy nagyon jó előjel, hogy jó úton jár a zenekar. Cicónak a kezében is van egy olyan hangzás, amitől Nomád lesz, meg a Levinek a kezében is van egy olyan, amiből Nomád lesz, az Ábelnek a kezében is van, nekem meg nem tudom, szerintem a hangom, amivel ízesen beszélek, hogy lehet így ez a négyes miatt Nomád a Nomád. Más érzéseit felfokozni, azokat a hangulatokat kiemelni, amik jönnek egy dal írása közben, az a legfontosabb dolog egy zenésztársban, és ettől együttes az együttes, hogy ezt együtt csináljuk.